A szabadságharc vezetője, a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személye, második Rákóczi Ferenc, akire a magyarok mai napig is szívesen gondolnak vissza. Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár megemlékezést tartott második Rákóczi Ferenc emléknapja alkalmából Szerencsen, a fejedelem szobránál március 27-én. Az eseményen Egeli Zsolt alpolgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a főnemesről, aki az utókor szemében ma is tiszta lelkű és becsületes vezetőként él tovább, hiszen a szatmári békekötés után is végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. Nemzetünk büszkesége az egész országot harcba hívta a Habsburg elnyomás ellen, hiszen a nemzeti állam megteremtésére törekedett, végül 1705-ben vezérlő fejedelemmé választották. Az alpolgármester abban bízik, hogy az erdélyi fejedelem példaként lebeg majd a fiatalok szeme előtt. A megemlékezésen a helyi Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola diákjának szaxofon előadásában hallhatták a megjelentek a Magyar Táncok című művet. A rendezvény végén Szerencsváros önkormányzata, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár és a Szerencsi Múzeum képviselői elhelyezték a kegyeleti koszorúkat a műalkotás előtt.